Szigligeti elmaradt pecsételések pótlása, vagy más néven első pecsételési helyünk Szigligeten. Nincs agyon jelölve, ahogy az ember sétál végig Szigligeten belül, a templomnál kell feljönni egy 5 méteres kitérőre, és egy darab jelet sikerült felfesteni ide a fára, máshol mi nem láttunk pecsételő jelet, úgyhogy legutóbb ezért hagytuk le a pecsétet. Legutóbbi túránkat itt a buszmegállóban fejeztük be, most pedig folytatjuk Szigliget Tapolca Lesence István településekkel az első nap, és hogyha az időjárás engedi, akkor a holnapi nap pedig folytatjuk onnan tovább egész Keszthelyig a túránkat, és mindig minden biciklis körnél és gyaloglós körnél szídom a Samsung órámat, úgyhogy változás történt. Az újdonság, hogy a mindig szídott és lenézett és utált Garmin órából vettem egyet. Kipróbáljuk, ez milyen. Jöttünk a Szentgyörgyhegyi Kulcsos házhoz, amit szépen felújítottak, tűzrakóval, padokkal, árnyas résszel, ami itt a 36 fokos melegben nem egy felesleges dolog, és konyhával, szobával kibérelhető módon, és Eszter már üti is bele a pecsétet, hogy aztán haladjunk, hogy utána jöhessen Tapolca. És sajnos innentől kezdve, hogy lejöttünk a Szentgyörgyhegyről, Tapolca felé a főút mellett visszakék, úgyhogy megkezdtük a taposását a kellemesen meleg aszfaltnak így a tűző napon. Meg volt a Tapolca malomtó, nagyon szép volt, egynek jó, kék mellett elsétálhat az ember. Az állomáson pecsételtünk egyet, és most már az állomást is a hátunk mögött hagytuk, és jön az újabb gyalogoljunk a főút mellett szekció, most már Tapolcáról kifelé, Lesence-Tomaj felé. Ma az a végpont nekünk, mert rájöttünk, hogy holnapi nap ugyanúgy le tudjuk gyalogolni Lossan Lesence István másfél kilométerét, ahol a pecsét van, és akkor úgy megyünk Keszthelyre, úgyhogy még egy körülbelül 6 kilométer van hátra a tűző napon gyalogolva. Eszter nagyon élvezi, de én is nagyon élvezem, hogy árnyékból nem sok jut, ellenben lehet az autók mellett kavírnyálni. Miért van az, hogy kint Svájcban ezt meg tudják normálisan oldani? Ott egyrészt csinálnak olyat, mint ami a vasútnál van,
ilyen S alakút, ami nyilván a tehén nem tud keresztül jönni, te viszont könnyen keresztül tudsz jönni. A másik, amit szoktak csinálni, pedig fából, ilyen nagyon, nagyon egyszerű, mint ami a vécéknél van ilyen beléptető, meg egyéb ilyen koncerttermekben, vagy egy helyen, tudom, így forog. Ez a fém. Mikor mentél be olyan vécébe, ahol ilyen forgó fém van? Hát mindenhol. A molnál, ahol fizetni kell, mindenhol ilyen van. Ja, hogy olyan vécébe. Kapu. Húj, húj. Nem ugyanott járunk, úgy látszik. Hiába utazunk együtt, nem ugyanott járunk vécére. Meg kell követnem a telek tulajdonosát, mert nyilvánvalóan köszönjük, hogy egyáltalán keresztül jöhetünk a területén a lánccal, mert hogy azért negatív, ez a pozitív példa abszolút, mert negatív példának ott van Bakonykúti előtt volt talán, ahol a vadparaszt úgy lekerekítette a telkét, hogy egy fél méterre kellett volna csak bejjebb vinni az egyébként iszonyat nagy területen a kerítést ahhoz, hogy a kék turázók elférjenek. Az akácfasor, illetve az erdő, akácfaerdő és az ő területe között, és nem, úgy kihúzta, utolsó 10 centit is kihasználja, ezért így lábújhegyen kellett elmenni a frissen kivert vezeték mellett, úgyhogy igazából itt a meleg miatt lehet rossz a megközelítés. Teljesen jó a lánc, és teljesen jó, hogy keresztül tudunk baktatni ezen a területen, és abszolút példaképnek szeretném beállítani más tulajdonosok előtt, akiknek iszonyat nagy területük van, és nem hajlandóak arra, hogy a kék túrát keresztül engedjék rajta, akár nyilván kompromisszumokkal is, hogy csak itt-ott mehetünk el, bizonyos szabályokat betartva. Ez egy abszolút pozitív példa erre, hogy itt keresztül jöhetünk ezen a részen. Akkor a helyi fun fact jön, hogy miért Lesencének hívják Istvánot és Tomajt. Azért, mert ez a Lesence patak, amit keresztez is az út. Most megyünk el mellette. Ez itt már az utolsó kanyar lesz a település előtt, és ott már látszik a településnek az első háza is. És talált egy almát végre. A 10 km óta nézegeti ezeket a vadalma fákat, hogy melyikről tud szedni egyet. Nyilván már rég lehullottak róla, és lenne, ami lehullott, az is már rég megrohadt alatta. De ő nagyon kereste, hogy találjon egyet, és most végre talált egyet, amin talált almát is, úgyhogy nagyon boldogan fogyasztja, úgyhogy mire beérünk a településre, addigra újra jó lesz. Tó mellett hozzal az országos kék, itt Lesence István mellett, ez egy magántó lehet, de láthatólag vadkempingezők már felfedezték iszonyat mennyiségű WC papír, zsebkendő és egyéb dolog hever körülötte a parkoló részén. Most is csehek voltak itt, és ők láthatólag fürödtek is a tóban. Pedig így ránézve a tóra nem kimondottan az a Balaton minőség. Nem tőzeges iszaposnak néz ki az egész, de láthatólag akik csipázzák a vadkempingezést, már megtalálták ezt a tavat. Azt is elmondhatjuk, hogy nem értjük, hogy miért hozták erre az országos kéket. Ronda, igénytelen, koszos, dzsuvás részen visz végig. És semmi szép nincsen benne, tehát semmi olyan pontot nem érint, ami fontos lenne. Szerintünk maradhatott volna ott a mai felé, bár nem jártuk le. Ott most valami Szent Jakab útként van megjelölve. Az az útvonal, ami régen az országos kék lehetett, ez a feltételezésünk. Nem érte meg erre elhozni, nem szép. Iszonyat dzsuvatengeren jöttünk keresztül az elmúlt 5 kilométeren. Még az időjárás is megünnepli, hogy megérkeztünk a nap első árnyék a felhő által. Végre nem süt telibe a 36 fokos melegben. Mindenkinek csak észre ajánljuk ezt a szakaszt hőségriadó alatt, mert nagyon-nagyon sok benne a tűzőnapon és aszfalton való séta. A Szentgyörgyhegy az elején szép és meglepően árnyékos, úgyhogy Tapolcáig csak az utolsó 4 kilométer az, amíg ez a út mellett gyaloglós tűzőnapon. Úgyhogy az még szerintem bevállalható erősebb időben is, főleg annak, akinek van gyakorlata benne, meg tudja, hogy kibírja. De a Tapolcáról tovább vezető utat azt
nem ajánljuk csak olyan időjárásnál, ahol nem a tűzőnapon kell sétálni, mert brutális nagy legelőkön a tűzőnapon mindenféle árnyék nélkül kell végig sétálni, úgyhogy igen embert próbáló szakasz. Istvánon egy gyors pecsét, mert nem itt áll meg a busz, és utána megyünk tovább. Nekem is bepecsételed. Lesence Istvánt szép temploma és egészségház busz megállójánál vagyunk. 47-kor jön a busz, úgyhogy itt befejezzük a mai napot. Köszönjük, nagyon jó volt, nagyon szép volt. Akkor leállítom a csoda órát is, amelyikről még egyenlőre nincsen információnk, hogy mennyire jó működött, de azért most nézzük meg hirtelen. Tehát akkor most megállítjuk. Először elmentjük. Biztos, hogy ne vesszen el az adat. Ez megtörtént, most menti. Nagyon fontos, hogy ez a most Garmin Instinct 2, amelyik úgy néz ki, mint a 80-as évek Casio órái. Casio és olyan processzor van benne, hogy keveset tegyen, hogy még mindig menti a 7 órás útvonalat, tehát brutál lassú. Viszont cserébe, amikor óra üzemmódban van csak, akkor 28 napot bír ki állítása szerint. Most pedig megnézzük, hogyha sikerül neki végre elmenteni a GPS jelet a 7 óra alatt, hogy akkor mennyit fogyasztott. Jó, sokat kell hozzá stand-up-olnod. Igen, igen. Nem olvasom föl kilométerre, mit ír, mert teljes hülyeséget ír. Majd reméljük nem így lesz, amikor visszanézzük. Na de nézzük! Ez a Solar verzió, tehát napközben a nap is tudja tölteni. Azt mondja, hogy 76%-ról indultunk reggel. Úgyhogy majdnem 8 órát ment benne a GPS chip, és folyamatosan a szívverésemet is mérnie kellett. Így jár most 53%-nál, tehát az azt jelenti, hogy töltés nélkül még a holnapi napot is furra kibírná. Na de hogy oldottuk meg a fürdést? Tennéd a marha. Igen. Eszter, hogy volt? Hogy volt? Tegnap előtt lefoglaltuk a helyet, és elfejtették megkérdezni a nevet. Ehhez képest mi volt beírva, amikor megérkeztünk? Az ott beírva, hogy Lelez Zoli egyébként? Lelez Zoltán. Az ott Lelez Zoltán volt? Nem járunk ide gyakran 2 órára a házunktól, csak már tudják kérdezés nélkül a nevünket, és most húzpolja, hogy Otellós. Úgyhogy nem foglalunk minden egyes alkalommal, tehát egyébként beesni szoktunk, nem az van, hogy már 8-szor leírták a nevünket, és emiatt tudják, hogy kik vagyunk. És mi volt? Otelló szöllőt kértem, és kiderült, hogy már nincs a lapon, de most az új pincér mondta, hogy nincsen. Mondtam, hogy hát én tegnap előtt még azt ittam, mire mondta, jó, akkor megkérdez, és kiderült, hogy még volt egy dugiba, és most hoznak azt nekem. Az előző kilátópont nekem ismerős volt. Aztán kiderült, hogy azért, mert Divide-on elhúztam mellette, és valószínűleg ott történt az, hogy a kedves biciklitárs előttünk elhagyta az iPhone-ját ott a kilátópontnál az földúton, és egy jó darabig ezen a kéken jött itt a Divide-nak a útvonala, és itt ágazott el, mert még az is rémlik, hogy itt a kéken akartam én tovább menni, mert az ugye lefelé ment, és az tetszett. De itt volt az, hogy Divide-on mindig fölfelé mész, úgyhogy mehettem vissza, és a jelöletlen földúton kellett az erdőbe tovább menni. Úgyhogy teljesen random helyeken az erdőben az ember azt mondja, hogy jaj, itt már jártam!
Esztertől meghallgattam, hogy persze, mert te mindig mindenhol jársz. Eszke, hallgattam egész égig, hogy te itt is voltál, ott is voltál. Így van. Megjöttünk Válaszra, a temető mellett a csételőhely. Így mondjuk a települést körbenézve úgy, hogy a kajánk valószínűleg megromlott. Nem biztos, hogy lesz mit ennünk a mai nap. Vallustól az erdőben sétálgatunk szélesebb dózer útszerűségeken. Fölvitt minket az elején szép lankásan. Aztán azóta szintben gyaloglunk. Sok izgalom nincsen. Úgyhogy eszünk, iszunk, haladunk. Várjuk sorsunk jobbra fordulását. Megérkeztünk nagy mezőre. Ami nekünk nem teljesen ismeretlen, hisz az éjszakát itt töltöttük a közelbe, a nagy mezőtől körülbelül 50 méterre arrafelé a parkoló, utána benne az erdőben. Most viszont ideértünk, kicsit megpihenünk, mert a talpunk ki van. Igazából elmondhatjuk, hogy sok izgalmas nem volt ezen a szekción, nem csúnya, erdőbe kell gyalogolni végig, kilátás nuku, ahhoz ki kell menni a különböző az kilátókhoz. Az elején, igen, ez most ez a Vallustól való szekció az, amit most én így mondok. Az elején nagyon szép kilátás volt ott István és Vallus között, de utána nincs kilátás, ahhoz ki kell menni a kilátókhoz. De most itt leülünk, és egy picit megpihenünk. Hogy lehet ez ennyire messze? Még egy 5,3 kilométer, másfél óránk van hátra. És ennek jó részét a településen belül kell lesétálni, úgyhogy ez egy izgalmas végjáték lesz itt a végén kezd helyen. Nem pont erre vágyunk, mert nekem a jobb lábamon csúszott meg valami. Két lábujjam között. Valahogy a nagy melegbe a biciklis zoknik jobbak, mint ez a túrazokni, amit mára fölvettem. Eszternek meg csak szimplán már lehet, hogy bakancsot kéne cserélni. Mind a ketten egy kicsit sántikálunk így a második napra. De semmi baj, mert 5,3 kilométer és pecsételhetünk is. Júj, de jó lesz! De legalább ott áll az autó. Igen, ott áll az autó. A végén is mehetünk dolgunkra. Tulajdonképpen a nagy mezőről, ahogy lejöttünk, kilométeren, de inkább fél kilométer múlva már benn voltunk településen, úgyhogy az 5,3 kilométer túlnyomó többségét azt így belterületen kell legyalogolni az út szélén. Stílusosan a WC mellett van a pecsételő az állomáson, úgyhogy leállíthatom. A futást is azt mondja, hogy 6 óra 35 percet mentünk. És a pont le tudunk pecsételni. Nem írja a kilométert normálisan, Istennek se. Köszönjük szépen, akkor most az ennyi volt, akkor meg vagyunk Keszthelyig. Körülbelül 20 kilométert mentünk egyébként ma. Sziasztok!